Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A múlt héten ülést tartott az Európai Tanács. Mint önök is tudják, ez az uniós tagállamok állam és kormányfőinek legmagasabb szintű tanácskozása. Alkotmányos szokásaink szerint ilyenkor a miniszterelnök tájékoztatja a tisztelt házat a tárgyalások eredményeiről. Ez most különösen is indokolt, mert fontos döntések születtek a múlt héten Brüsszelben. Hosszú és nehéz tárgyalás sorozat végére került pont. Európa következő 7 évét is meghatározó kérdések dőltek el. Magyarország legnagyobb sikere, hogy az elkövetkezendő 7 évre a lehető legkedvezőbb pozícióba került az Európai Unió politikai és gazdasági saktábláján. A világ is kezdi már megszokni, hogy a magyarok kiállnak magukért, és Magyarországot immár mindenkinek egyenlő félként kell kezelnie. Számos európai ország esetében ez magától értetődő és természetes dolog. Bennünket azonban a magyar történelem nem kényeztetett el, és ezért máig él az önfeladó alkalmazkodás és az önkéntes alárendelődés ösztöne. Akárhogyan is, az elmúlt 2 évben világossá tettük, a magyarok nem fogadják el a kettős mércét, egyenlő és méltányos elbánást várunk. Megadjuk. Mindenkinek megadjuk, de mindenkitől el is várjuk a tiszteletet. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr! Az uniós csúcson komoly magyar siker született. Magyarország 2004-es uniós csatlakozása óta még ilyen sikert nem értünk el. Magyarország az európai költségvetési tárgyalásokon lényegében mindent elért, amit el lehetett érni. Magyarország a tekintélyes. Magyarország a tekintélyes második helyet érte el Európában az egyfőre jutó uniós pénzek tekintetében. Ez azt jelenti, még az előző 7 esztendőben minden magyar emberre 660 ezer forint uniós forrás jutott, addig ez az összeg a következő 7 évben fejenként 712 ezer forint lesz. Ezzel ezüstérmesnek számítunk, egyetlen ország előz meg minket, még soha ennyi uniós támogatás nem jutott egyfőre Magyarországon. Mindezt pedig akkor sikerült elérni, amikor egyébként a válság miatt az unió teljes költségvetése jelentősen csökkent. Mi tehát egy kisebb tortából tudtunk a korábbinál is nagyobb szeletet kihasítani. A következő 7 évben tehát több pénz marad a magyarok zsebében az uniós költségvetésből, mint az előző 7 évben. Ami pénzt ugyanis Magyarország befizet az uniós költségvetésbe, és amennyit onnan fel tud használni, annak az egyenlege számít, és az egyenlege jobb lett számunkra. Ez egy vitathatatlan tény, aki mást állít, nem mond igazat. A Magyarországnak 2014 és 2020 között járó 7080 milliárd forintos pozitívum, egyébként a bruttó nemzeti jövedelem 3,6%-ának felel meg. Ezen felül, tisztelt ház, hölgyeim és uraim, megmarad a korábban vitatott áfa elszámolás lehetősége, és sikerült megvédeni az uniós fejlesztések 85%-os támogatási részarányát, amelyet eredetileg Brüsszel 75%-osra akart csökkenteni. Ez a kettő így együtt évi 210 milliárd forint megtakarítást jelent a magyar költségvetésnek. Szintén jó hír, hogy a közép-magyarországi régió már nem számít elmaradottnak. Ugyanakkor sikerült elérnünk, hogy a 4 legszegényebb magyar régiónak jutó támogatás nem csökken,
annak ellenére, hogy az eredeti javaslat szerint jelentés csökkentés fenyegette őket. Az elmaradott térségek méltánytalanul hátrányos helyzetét az Unió külön 1,5 milliárd euróval kívánja kompenzálni. Tisztelt Ház, tisztelt Elnök úr! Magyarország számára a mezőgazdaság kitörési pont. Ezért is fontos eredmény számunkra, hogy a nagy uniós költségvetési nyesés nem érinti az agrártámogatásokat. Az agrártámogatások megvédésében jól működött a francia, lengyel, román, magyar tengely. Egy másik fontos részeredmény, hogy 48 millió eurót sikerült kialkudni a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben. Olyan régiók támogatásáról van szó, ahol a 15-24 év közötti munkanélküliek aránya meghaladja a 25%-ot. Ez a támogatás lehetőséget nyújt olyan munkahelyteremtő programok létrehozására, amelyek a fiatal munkavállalók számára nyitnak esélyt. Tisztelt Ház, tisztelt Elnök úr! Van tehát okunk örülni és bizakodni, de nincs okunk hátradőlni. Amit kiharcoltunk, az egy lehetőség. Egy pénzügyi keret, amit Magyarország elérhet és hasznosíthat. Ezért a pénzért még itthon meg kell dolgozni, azaz olyan programokat kell készíteni, olyan mezőgazdaságot kell felépíteni, és olyan fejlesztési irányokat kell szabni, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a források meg is érkezzenek Magyarországra. Én úgy látom, hogy legfőbb feladatunk, hogy a támogatások jelentős részét, körülbelül 60%-át célzottan a gazdaság fejlesztésére és ezáltal új munkahelyek teremtésére fordítsuk. Folytatnunk kell tehát a munkát, hogy a most kiharcolt lehetőséget sikerre válthassuk. Tisztelt Ház! Van ennek a magyar sikernek két fontos más tanulsága is. Az első, hogy csak annak van becsülete, aki akár konfliktusok árán is kiáll az érdekeiért. Mindannyian emlékezhetünk rá, korábban sokan biztattak bennünket arra, hogy ne ugráljunk, ne bocsátkozzunk vitába a nagyobbakkal, inkább szépen húzzuk meg magunkat a szőnyeg alatt, különben pórul járunk. Mi 2010-ben szakítottunk ezzel a mentalitással, és ez a mostani megegyezés azt bizonyítja, hogy Magyarország számára ez a helyes út. Magyarország most végre jól járt, és csak azért járhatott jól, mert kiállt magáért. A költségvetési egyeztetések során Magyarország határozottan ragaszkodott az álláspontjához, az Európai Unió állam és kormányfői pedig elismerték a magyar embereknek az adósság és a hiány csökkentése érdekében tett erőfeszítéseit. A másik nagy tanulság, tisztelt Ház, hogy a sikerekhez szövetségesekre van szükségünk. Magyarországnak sikerült szövetségeseket találni, és egy egyedülálló közép-európai összefogás keretében érvényesíteni a régió közös érdekeit. A siker kulcsa tehát lényegében két dologból áll, bátorságból, amellyel kiállunk a saját érdekeinkért, és bajtársiasságból, amellyel szövetségeseinkkel válvetve küzdünk a közös érdekeinkért. Tisztelt Elnök úr, tisztelt Ház, úgy illendő, hogy mondandóm végén köszönetet mondjak azoknak a kormányzati szakértőknek, tisztviselőknek, akik remek csapatmunkát végezve, fáradhatatlanul dolgozva megteremtették a sikeres politikai tárgyalások szakmai alapjait. Magyarország nevében köszönöm a munkájukat. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet.